Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. A Gyújtópont mai vendége Fekete Győr András, a Momentum miniszterelnök jelöltje az ellenzéki előválasztáson. Itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, hogy van? Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök. Köszönöm szépen, jól. Tegnap jártam Kazincbarcikán és Egerben, hogy elindult az országjárás. Ez egy augusztus elején még picit merész, mert azért az emberek még inkább nyaralgatnak, pihengetnek, illetve van, aki sajnos készül a negyedik hullámra. De nagyon élveztem, jó volt emberek között lenni, úgyhogy jól vagyok, köszönöm a kérdését. Önnél volt a kormányváltáska? Nálam most nem volt kormányváltáska, de nagyon akkor nem lett állandó ruhadarab. Nem, de még az lehet belőle, mert én is rendeltem, mert nekem sincsen, úgyhogy a Momentum webshopjában elérhető, hogy elég sokan berendelték, úgyhogy nincs a készleten, úgyhogy várom én is. Akkor a fotón egy kölcsönzött táska volt ezek. Az egy kölcsönzött volt, igen, Momentum táborából, így van. Azért is érdeklődtem, hogy hogy van, mert amikor a közvéleménykutatás számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy azért jelentősen le van maradva az ellenzéki előválasztás többi jelöltje mögött. Erre számított? És hogy a kampány még csak most indul, tehát még bármi történhet. Amit én láttam legutóbb, az Závecnek meg az Ideának volt egy közös nagy mérés, ahol 12%-on állok, a negyedik helyen vagyok, és ugye a következő talán Karácsony Gergő 22%-on, tehát ez valóban egy nagyobb lemaradás, viszont nem panaszkodom, mert 12% nem kevés, és a kampányhajrá még most kezdődik, tehát van még hátra 7 darab, és jó pár miniszterelnök jelölti vita, ahol az emberek millió számra meg tudják majd nézni azt, hogy mik a különbségek, mik a világnézetbeli, értékrendbeli különbségek. Úgyhogy én nagyon készülök ezekre, szóval bizakodó vagyok, nem pessimista. Van olyan forgatókönyv, hogy ha a számok mondjuk így maradnak, akkor visszalép, vagy végig fogja csinálni mindenképp az első fordulóig? Én nem az a srác vagyok, aki szeretem bedobni a törölközőt, főleg azért nem a politikában, mert van jelen pillanatban 12%-nyi szavazó, aki bennem hisz és bennem látta a jövő miniszterelnökét. Tehát én nem szeretném és nem is fogom ezeket az embereket elárulni. Rengeteg fiatal van, csak tegnap jöttek oda hozzám, 14 évesek, képzelj el, akik így kértek egy selfit és mondták, hogy hát ők Momentumra fognak majd szavazni. Mondtam, hogy azért még hátra van 4 év, de én mindent megteszek majd azért, hogy 16-ra levigyük a választói korhatárt, mint Ausztriában, mert egyre érettebbek a fiatalok is, a középiskolások. Szóval nagyon sokan vannak, akik nem is tudnak szavazni, de bennem bíznának. Én maradni fogok a páston, a placon, és végigcsinálom. Amikor annak idején eltervezte azt, hogy indulni fog, akkor ezekre a számokra számított, és ezekre az esélyekre számított, vagy jobban bizakodott? Mert a Momentum történetét elnézve egy kicsit úgy tűnik, mintha 1-2 évvel ezelőtt nagyon a csúcson lett volna párt, talán ez az EP választásoknál nagyon így volt, és hogy azóta, mintha nem annyira jönnének össze a tervek. Hát azért a tervek összejöveteléről majd akkor érdemes beszélni, amikor az előválasztások első fordulójának végén vagyunk, és leadták a választók a szavazatokat. Emlékezzen vissza, hogy 19-ben, amire ön is utalt, európai parlamenti választások, hát ott 5%-ot jósoltak nekünk a közvéleménykutatók, és lett belőle 10 a választások napján, mert nehéz ma már jól felmérni a választókat, főleg a momentumos választókat, akik nagyon sok tekintetben fiatalabbak, kevésbé válaszolnak kérdésekre, nincs most erre éppen idejük, stb. Úgyhogy szerintem akkor érdemes értékelni. Nyilván nehéz év volt számunkra a tavalyi, mindennyiunk számára itt Magyarországon. A Momentumnak azért volt speciálisan nehéz a többi párthoz képest, mert nem vagyunk parlamenti párt. Tehát ami a politikánk az utcán, az emberek között, a tereken, a piacokon születik meg, nem pedig a parlamentben. És ugye ezek a helyek zárva voltak. Úgyhogy ebből kell nekünk is visszatérni és felállnunk. És hát most van erre lehetőség, ennek én örülök. Beszéljünk egy kicsit a jelöltállításról, hogyan zajlik most jelenleg ez a folyamat, és milyen esélyeket lát a momentumos jelöltek tekintetében. Azért is kérdezem, mert több politikai elemző azt mondja, hogy a önökkel szemben összefogott a DK a Jobbikkal, hogy minél több egyéni körzetben inkább az ő érdekeltségükbe tartozó jelölt nyerjen, és ne az önöké. 1 méterrel hátrébről indítanék, ha szabad. A tétjéről az előválasztásnak szerintem fontos, hogy néhány szót ejtsünk. A tétje a mi szemszögünkből az előválasztásnak az, hogy meg tudjuk-e újítani az ellenzéket. Tehát, hogy a 2010 előtti
illetve az új világ, egy új politikai generáció milyen súllyal lesznek majd képviselve az új parlamentben 22-től. Mi azt szeretnénk, hogy minél több új arc, új jó lendületben, kreatív energiákkal felvértezett politikus kerüljön be a parlamentbe, és ezért a Momentum most 58 jelöltet állított a 106-ból az országban. Ezzel a DK-nak meg a Momentumnak van a legtöbb jelöltje Magyarországon, és mi azt szeretnénk, hogy minél többen nyerjenek. Tehát nekünk az a tét, hogy meg tudjuk-e újítani az ellenzéket, mert mi azt gondoljuk, hogy minél inkább megújul az ellenzék 22-re, annál jobb eséllyel győzzük le a Fideszt. Viszont ugye új arcok általában az önök jelöltjei, miközben a DK Jobbik tandem meg ilyen tapasztalt, úgymond ismertebb politikusokat állít a körzetekben. Mi történik akkor, hogyha a körzetek nagy részét elviszik? Akkor a Momentum már alapvetően hátrányból indul a rendes választáson. Amit ön említ, ez egy kihívás természetesen, tehát mindennek van előnye és hátránya. Az annak nyilván, hogy valaki új a politikában, tiszta lelkű, rendíthetetlen és nagy energiákat tud mozgósítani, annak megvan az előnye. Ez van a Momentumos jelöltek oldalán, akik meg már 10-20-30 éve a politikában vannak, nekik meg már, hogy mondjuk ezt, elmélyült szavazói kapcsolatuk van, kapcsolatrendszerük van, az meg ott egy előny. Ezek össze fognak csapni egymással ezek a szempontok, aztán meglátjuk, mi sül ki a végén. Én tényleg nem tudok jósolni, ha úgy alakul, hogy több Jobbik vagy DK-s lesz, mint Momentumos, akkor így alakult, akkor azzal megyünk tovább. Én 32 éves vagyok, viszonylag még fiatal, és tervezek még ezen a földön eltölteni néhány évtizedet, és a politikában is egyébként, mert nagyon sok a feladatunk és a tennivalónk. Egy nagy programot írtunk, az euró bevezetésétől a finn típusú iskolarendszer kiépítésén át a 4 napos munkahét eléréséig. Szóval rengeteg a tennivaló, és bennünk meg a szándék, szóval mi megyünk előre, bármi is történjen. Nekem egy kicsit úgy tűnik kívülről, de aztán cefoljon meg, ha nem így van, mintha ezt a választást már elengedték volna, és inkább a következő évekre koncentrálnak, hiszen a generációs okokból adódóan valóban a következő években akár előnyük is lehet. Ez azért nincs így, mert tehát nem tizenévesek vagyunk. Tehát én a 31 néhány évemmel a családalapítás küszöbén állok, és én nem szeretném a gyermekemet egy olyan világra hozni, amiben a Fidesz uralkodik. Tehát nekünk a 22-es választás ilyen szempontból sorsdöntő, ha úgy tetszik. Sok ember ír nekem Instagramon, Facebookon, vagy akár ismerősön mondja azt, hogy ő vagy elmegy 22-ben, ha nincs győzelem, vagy nem jön haza. Na most egyik forgatókönyv sem tetszik nekem, és emiatt nekünk kutyakötelességünk 22-be apait anyait beleadni, ezt is tesszük. Oké, mi történik akkor, hogyha a Fidesz mondjuk győz 2022-ben, és önök egy viszonylag kis létszámmal tudnak bemenni a parlamentbe az előbb említett okok miatt, egyben lehet tartani a Momentum közösségét? Emlékezzem vissza 18-ra, amikor kettős csapás érte a közösségünket, ugye lett egy kétharmad, ami egy teljes országot rázott meg, illetve annak a változást akaró felét, és lett egy 3% a pártunknak. Ugye egy év után ez nem volt egy rossz eredmény az elemzők szerint, de nem jutottunk be a parlamentbe. Arra számítottak, hogy befognak? Mert azért a 3% sem volt rossz ahhoz képest, hogy a Momentum ugye előtte pár egy-két évvel egy évvel lépett színre. Igen, de azért mi szerettünk volna, tehát hogy mi úgy éreztük, hogy a politikai generációváltás azért így 30 év után már eljuthatott ahhoz a ponthoz, hogy legalább 5%-kal a fiatalabbak ott legyenek a törvényhozásban. Ez akkor nem jött össze, aztán következő évben meg már 2 európai parlamenti képviselőnk, 7 polgármesterünk és több száz önkormányzati képviselőnk lett, úgyhogy a generációváltás az folyamatban van. Én nagyon optimista vagyok a jövő évet illetően, és nyerni kell. Én hiszek abban, hogy többen vagyunk, ezt mutatják a közvéleménykutatások nagy része is. Ugye nem készülünk arra, hogy mi van, ha nem. Ha nem, akkor folytatni fogjuk a munkát, mert magyarok vagyunk, és ezt a hazát szeretjük, és itt akarunk élni. Tehát akkor is folytatni fogjuk, mert nem áll meg az idő kereke, de mi a győzelemre készülünk. Ha nyernek, tudom, hogy ez még korai, és mondjuk nem miniszterelnök lesz, akkor lenne olyan feladat, amelyet szívesen elvállalna egy következő, most még ellenzékinek hívott kormányban? Ez egy
Rengeteg ilyen feladat van, tehát hogy csak ezekben a kérdésekben nem szeretnék belemenni most így nyáron, mert legyünk túl az előválasztásokon, nézzük meg, hogy mi a felállás, és utána fognak megkezdődni a kormányzati előkészületek, amik már egyes pártokban állunk a Momentumban tavaly nyár óta zajlanak. Tehát mi készülünk tavaly nyár óta több száz Momentumos társunkkal együtt a kormányzásra. Mert mi azt szeretnénk, hogy megújítsuk és megfiatalítsuk az államigazgatási vezetőket is. És ez mit jelenti, hogy a mostaniakat kirúgnak? Hát lesznek, akiket le fogunk cserélni, mert 10-12 éve egy korrupt rezsimet szolgáltak. Lesznek meg olyanok, akik szakemberek, és jól végzik a munkájukat, és ők velük szeretnék majd ezt folytatni. És ez hogy lesz, hogy meg lesz a kormányváltás, és akkor tartanak egy ilyen vizsgálatot, hogy ki az, aki alkalmas hivatalnokra? Hát már előzetesen. Tehát azért már előzetesen, hogyha az ember jól be van ágyazva a magyar társadalomba, és én személy szerint relatíve jól be vagyok, azt gondolom. Nekem vannak ismerősem, akik dolgoznak sok különböző tárcánál, minisztériumban, szakmai szinten. Most ezek az emberek azért látják, hogy kik azok, akikre lehet számítani, kik azok, akikre nem, és ez minden pártnál szerintem megvan. De mivel az ismerőse téved, és mondjuk valaki olyan is bekerül a szórásba, aki amúgy tök jó fej, meg tök jó dolgozik. Hát nem egy helyről tájékozódik ilyenkor az ember. Ezzel azt szeretném mondani, hogy a kormányváltást megelőzően van egy képe arról egy pártnak, a Momentumnak, hogy kikkel lehet, milyen tárcákat kell szétválasztani, kikkel kell és kikkel nem szabad együttműködni, de még hátra van ugye 7-8 hónap a választásokig. Ez egy folyamatosan zajló munka, és mi készülünk a kormányzásra minden erőnkkel. Elképzelhető, hogy már a választások előtt lehet azt tudni, hogy mondjuk melyik párt vagy melyik pártnak a politikusa milyen tárcát visz majd, és milyen területet visz majd, vagy ez a választások után a kormányalakításnál fog kiderülni? Ugye itt az árnyék kormány intézményére kérdez ön rá, ami mellett szerintem nagyon sok érv szól egyébként, és nincs erről még döntés az összellenzéki vezetők között, hogy legyen-e vagy ne legyen. Én alapvetően azt gondolom, hogy legyen, mert egy tiszta képet ad a választóknak, és azt mutatja, hogy itt vannak azok az emberek, akik az egészségügyet mostantól felelősséggel fogják vinni, akik az oktatás megújításáért felelnek. Szerintem ez jó, ha van. Ugye ezzel szemben egy politológus azt az érvet mondaná, hogy de majd a választásokon dől el, hogy kinek mennyi mandátuma van az egyes pártoknak, és az alapján lehet majd a valódi tárca sorrendet vagy elosztást megcsinálni. Mindegy. Szóval, hogy én egy árnyék kormányban jobban hiszek, mert szerintem ez vezet minket a végső győzelemhez. Jelöltállítást tegnap jelentették be, hogy Ungár Pétert támogatják Szombathelyen. Ugye ott jelenleg két erős induló van, Ceglédi Csaba, aki jelenleg a DK színeiben indul, és Ungár Péter LMP-s politikus, akivel meg nem volt mindig felhőtlen a viszonyuk. Mennyire volt nehéz döntés meghozni, hogy akkor Ungár Pétert támogatják? Nem volt annyira nagyon nehéz, megmondom őszintén, mert elég egyértelművé vált Szombathelyen a helyzet a Ceglédi Csaba és Ungár Péter között. Mi Ceglédi Csabát, a DK jelöltjét semmilyen szinten sem tartjuk támogathatónak. Ő ugye már adótalásért elítélt, 2015 elítélt szeméről van szó, akivel szemben jelenleg is folynak büntető eljárások, és Ungár Péter áll a másik oldalon. Úgyhogy aki élvezi a polgármester bizalmát is bizonyos szempontból, szóval, akit én nagyon kedvelek, úgyhogy sok-sok minden jött össze, és Ungár Péter támogatjuk, és reméljük, hogy nyerni is fog. Ha esetleg nem nyer Ungár Péter, ma sok az ilyen, ha esetleg, de hát ez egy ilyen bizonytalan helyzet. Ez egy ilyen dolog. Ceglédi Csaba nyer, akkor mondjuk beállnak mögé is, hiszen nyilván akkor megnyert egy előválasztást. Tehát erről szól a demokrácia, pontosan erről szól az előválasztás. Mi elmondtuk az érveinket, ellenérveinket a választóknak, és ha ők ezek fényében is úgy döntenek, hogy Ceglédi Csaba legyen az, a választók döntöttek. Ugyanez a helyzet Zuglóban, tehát ne adja Isten azt, hogy Tóth Csabát válasszák ott meg a választók, de ez is előfordulhat, hogy a Hatházi Ákos ott a Momentum jelöltje, meg a Kétfarkú Kutyapárt is most már őt támogatja, meg Márki-Zay Péter is, meg még a civilek Zuglóban is, de ha ne adj Isten, a Tóth Csaba nyerne, kutyakötelességünk lesz akkor őt elfogadni, mert a választóknak ez volt a szuverén döntése. Nem érzi úgy, hogy ezzel az ellenzéki összefogással gyakorlatilag minden párt elveszti a saját karakterét és a saját arculatát? Tehát mennyivel könnyebb lenne most azt mondani, hogy már pedig ezeket a politikusokat nem lehet támogatni, elfogadhatatlan, és akkor lehet, hogy az még plusz százalékukat is jelentene a Momentumnak.
Hát erre most mit mondjon az ember? Tehát van egy politikai helyzet Magyarországon, úgy hívják, hogy Orbán Viktor és a korrupt Orbán rezsim, van egy választójogi szituáció, amire pedig az összefogás a válasz. És az előválasztás pedig szerintem arra egy kiváló intézmény, hogy megmutassák a különböző pártok a saját karakterüket. Megmutassa azt a momentum, hogy mi a korrupció elleni harc legáldázabb szövetségese vagyunk Hatházi Ákossal Zuglóban. Hogy megmutattuk azt a homofób törvény elfogadása után, hogy a Jobbiknál itt valami nagyon félrement, hogy mi nem hiszünk a társadalom megosztásában, mi a nemzeti megbékélésben hiszünk, és ebben a momentum volt a leghangosabb, szóval szerintem nem igaz az az állítás, hogy elveszítenék a karakterüket a pártok, de igaz az az állítás, hogy sok kompromisszumot kell kötni, és ebben pedig áldozatul esik adott esetben sokszor a párt karaktere is, de nem teljes mértékben. Ha már a homofóbnak nevezett törvényt említette, akkor ugye ezzel kapcsolatban most népszavazás is lesz, illetve önök sajtótájékoztatáson is bejelentették, hogy LMBTQ plusz programot hirdettek. Ha önök kerülnek kormányra, akkor mi lesz a mostani a Fidesz által meg gyermekvédelmi törvénynek nevezett törvénye? Melyek azok a pontok, amelyeket megtartanak, és melyek azokat, amelyet ebből teljesen eltörölnének? Ez abból a szempontból egy egyszerű kérdés, hogy azok a rendelkezések, amik a meleg közösséget érintik hátrányos szempontból, azokat ki kell venni a törvényből. És azok a rendelkezések, amik pedig a pedofiliával kapcsolatban lépnek fel kőkemény szigorral, szerintem helyesen, azokat pedig meg kell tartani. Tehát itt egy törvénymódosítási feladat van, ezt meg fogja tenni majd az új kormány. Az öncélú szexualitás ábrázolása a reklámokban, ami ugye nem érinti a meleg közösséget hátrányosan, az például bent maradhat? Ezt meg kell nézni, most erre nincsen itt hirtelen választom, hogy egyik vagy másik rendelkezés benn maradhat-e. Azt tudom, hogy ami homofób rendelkezés, bármi törvényben Magyarországon... Ebben a törvényben mi a homofób? Azt ki kell venni. Ebben a törvényben minden, ami a nemi szexuális különbségekkel kapcsolatos felvilágosítást gátolja. De akkor például beengedni a transznemű embereket az óvodákba, iskolákba szexuális felvilágosító órákat tartani? Én beengednék ilyen embereket, persze, mert hogy gondoljunk bele abba, hogy van Magyarországon körülbelül a szociológusok szerint 500 000 meleg ember, és itt ugye van, aki transznemű, van, aki meleg, van, aki más szexuális kisebbséghez tartozik. De most ezek az emberek rengeteget szenvednek fiatal koruk során azon, hogy megtalálják saját magukat. És ha találkoznak olyan emberekkel, akik ugyanezen az úton már keresztül mentek, sokkal könnyebb lesz nekik az életük, sokkal kevesebb szenvedéssel fog járni, és nekünk szerintem ezeket segítenünk kell. Attól még senki sem lett meleg, vagy queer, vagy én nem tudom, milyen transzexuális, mert valaki más az volt, vagy bement az iskolából mesélni erről egy órát. De nem érzi úgy, hogy ez inkább a szülőnek a feladata lenne, hogy a szülő dönthesse, hogy a gyermekét milyen területen oktatja? A másik meg azon gondolkodtam, hogy kicsit idejét múlt is ez a szabályozás, mert hogy az internetnek köszönhetően ma már azért a fiatalok mindenről tudnak információt szerezni. Így van, hát ezt akartam pont mondani, hogy ma már az, hogy most a szülő döntsön el minden egyes lépését a gyereknek, meg szocializációs stádiumát, az ma már nem lehetséges az internet világában. Az iskola, mint intézmény pedig ugyanúgy egy nevelő dimenziója a gyermek életének. Én azt várom el egy iskolától egyébként, hogy sok tekintetben, sok mindent megmutasson a világból, a felnőtt korból. Én amikor középiskolában jártam, akkor emlékszem, hogy egy hajléktalan emberrel beszélgettünk, és megismertük, hogy ő hogyan lett hajléktalan, miket él meg a mindennapjaiban, hogyan lehet abból kitörni, milyen vágyai vannak, lemondásai, csalódásai. Nagyon érdekes volt. Pont. Csak nem érzi úgy, hogyha mondjuk a Levi's Love jegyében különböző szexuális irányultságokat bemutatnak, akkor egy idő után minden relatívvá válik, és mondjuk először beengedik a transznemű embereket, de egy idő után ugyanez a szerelem-szerelem jegyében mondjuk beengedik azt is, akik hárman szeretik egymást, és utána meg azt is, aki mondjuk az iPhone-jával házasodik össze, és tudom, hogy szélsőséges példákat mondtam, de hát egy kicsit úgy tűnik, és a Pride-ról készült interjúkból is sok esetben úgy tűnik, hogy itt azért tényleg nagyon sokfajta variáció van, és kimeríthetetlen a variációknak a tárháza.
nem tudom mennyire kimeríthetetlen, de az biztos, hogy sok színű ez a 21. század, és ezzel egyre inkább szerintem meg kell tanulni együtt élni. Én egy nagyon toleráns emberré váltam, azt gondolom így a évtizedek során, és én nem szoktam azzal foglalkozni, hogy mások hogyan szeretnek, kibe szeretnek bele, hogy ez a telefonjuk, egy másik férfi, egy másik nő. Én magammal szoktam foglalkozni, a saját hiányosságimat próbálom fejleszteni. Én ezt tanácsolom általában másoknak is. Én nem szeretem azokat az államokat, amik megosztják a saját állampolgáraikat. Ma jogegyenlőtlenség van Magyarországon, ma örökbe fogadni gyakorlatilag nem tud két nő vagy két férfi, és még, most meg lehetne sorolni, szóval, hogy szerintem ezzel probléma van, én a jogegyenlőségben hiszek, jogot végeztem, és egy olyan országot szeretnék, ahol mindenkinek egyenlők a jogai, és ezért is dolgozom többek között. Utolsó kérdés, nem érzi úgy, hogy valójában az államnak meg pont, hogy nem kellene beleszólni az ilyen dolgokba, mert most meg egy kicsit a mostani törvény kapcsán is úgy tűnt, hogyha például más világnézetű emberek felmerték emelni szakmai vagy világnézetüket, világnézetileg a szavukat a különböző homoszexualitással és nem a homoszexuális emberekkel kapcsolatban, akkor egyből megkapták, hogy fundamentalisták, kirekesztők, gyűlöletkeltőek. Én nem ítélkezem felettük. Én hogy mondjam, tehát, hogy felőlem bármilyen ember lehet kirekesztő, vagy rasszista. Nem örülök neki, hogy vannak ilyen emberek, de elfogadom, hogy ők így látják, megpróbálom őket meggyőzni az ellenkezőjéről. Én azt nem szeretném, hogy egy európai tagállam civilizált kormánya az kirekesztő legyen, az akár a halálbüntetéssel, akár a rasszizmussal, akár az antiszemitizmussal kampányoljon. Tehát én ezt nem szeretném. Én többet várok a Magyarország mindenkori kormányától, ez nekem engedtessék meg, de állampolgári szinten én hiszek a vélemény a szólás szabadságában, mindenki azt gondol, amit szeretne, úgyhogy itt is azt tudom mondani, hogy pont. Fekete Győr András, köszönjük szépen, hogy velünk volt. Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok!